A koronavírus járvány harmadik hulláma zajlik hazánkban is. Napról napra nő a fertőzöttek száma, és egyre többen kerülnek súlyos állapotban kórházba. Ez a mutáció már gyorsabban terjed, és súlyosabb tüneteket produkál az emberi szervezetben. Az új koronavírus fertőzés tünetei nagyon hasonlóak az influenza tüneteihez. A megbetegedés jellemzően lázzal, köhögéssel, fáradékonysággal, étvágytalansággal, légszomjal, izomfájdalommal jár. Egyéb tünetek a torokfájás, ordugulás, fejfájás, hasmenés, hányinger vagy hányás. Felléphet még szagérzékelés elvesztése, zavara és ízérzékelés elvesztése, zavara is. További tünet lehet a hidegrázás, kötőhártya gyulladás. Fertőződés esetén légúti mintákból a tünetek megjelenését megelőző egy-két napban kimutatható a vírus, a beteg a tünetek megjelenése előtti 48 órában fertőző lehet. Rendkívül fontos a higiéniai szabályok betartása, valamint javasolt a fertőtlenítő hatású készítmények használata is. A Szerencsi Polgármesteri Hivatalban március 8-ától szünetel a személyes ügyfélfogadás. Sürgő személyes ügyintézés csak abban az esetben lehetséges, ha előzetesen telefonon vagy e-mailben kérünk időpontot. Az ügyek intézéséhez javasolják az elektronikus ügyintézési formákat. Ha az elektronikus ügyintézés nem megoldható, a hivatal ügyfélszolgálati bejáratánál elhelyezett postaládába helyezhetik el a leveleiket. A rendelőintézetben is folyamatosan változnak a rendelések. Mindenek előtt telefonon kell előre időpontot egyeztetni az orvosi szakrendelésekről, csak így tudunk a rendelőintézetbe belépni. A szerencsi támogató szolgálat munkatársai az idősek körében nyújtanak segítséget az oltakozási lehetőségek elérhetőségéről, valamint a személyi segítség és szállítás megvalósulásában az oltópontokhoz.